Üllőn augusztus 20-án a Varga Gyula Városi Könyvtár adott otthont a Mecénás Művészeti Klub által a helyi nyugdíjasok számára szervezett vendéglátásnak és a klub ünnepi kiállításának. A Mecénás Pillanatok címet viselő ünnepi program a kiállítás megnyitóval kezdődött, de ifjú mecénás avatására is sor került. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit 2022. augusztus 20-án a város ünnepi rendezvényeinek sorában, a Varga Gyula Városi Könyvtárban megrendezett ünnepségen. Szeretettel köszöntöm a Mecénás Művészeti Klub minden kedves tagját, akik nagyon készültek erre a mai napra, hiszen minden évben megvendégelik a 70 évnél idősebb város lakóit, és egy szép napot kerekítenek itt nekik a város vezetésével, könyvtár vezetésével egyetemben, és megvendégeléssel, kiállítás megnyitóval, jó kis muzsikával. Úgyhogy a másik teremben Szomora Zsolt és Horváth Flórián szolgáltatta nekünk a zenét. Voltak, láttam, akik táncra is pergültek, ebből ma még részesülni fogunk, úgyhogy senki ne menjen el. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy abszolút családiasan érezze magát itt, hiszen az időjárás ellenére kicsi átszervezésre kényszerültünk, de azt gondolom, hogy mindenki, aki szeretett volna az ideért, helyet biztosítottunk neki, finom falatokkal már megkínáltuk, úgyhogy nincs is más hátra, mint hogy a kiállítás megnyitót tartsuk meg, és szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy az itt kiállítók felajánlottak munkáikból olyan tárgyakat, amiket tombolán ki fogunk sorsolni. Velkei Hajnak a könyvtárvezető ezekkel a szavakkal köszöntötte a megjelenteket, majd Nagyné Kékedi Ibolya, a mecénások elnöke nyitotta meg a tárlatot, amelyen olyan művészek mutatták be alkotásaikat, akik korábban már bizonyítottak. Nagy öröm számomra, hogy ezen az ünnepi napon a Mecénás Pillanatok című kiállítást megnyithatom a klub elnökeként, mely minden elemében alkotásáról, az emberről szól úgy, hogy a múlt értékét őrzi, hiszen aki alkot, annak lénye, szelleme, örökké fiatal marad. A kézművesség technikáinak sokféleségét láthatjuk itt a kiállítás alkalmával. Véleményem szerint az alkotás folyamata az alkotót minden esetben átformálja éppen arra, amivel dolgozik. Ez a kiállítás nem csak természetében különleges, hiszen olyan kiállítókat mutatunk be, akik már nagyon sok helyen igazolták munkáikkal, hogy amit tesznek, szívből és szakmai felkészültségből teszik. A művészet önkifejezés, önmegvalósítás. A művész már nem egyszerű ember, a művész a valóságtól egyre függetlenebbé igyekszik válni és alkotni. Ezután Kocsis Rozália kenyérművész egy frissen sütött kenyeret nyújtott át a polgármesteren keresztül a hivatal dolgozóinak, és a klub elnökén át a Mecénás Művészeti Klubnak. A kiállításon résztvevő művészeknek egy-egy szál virággal kedveskedtek a kiállított alkotásokért. Ezt követően Kovács Andrást a Mecénás Művészeti Klub tagjává fogadták, amit az ifjú tehetség énekszóval hálált meg. Szó nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az égen, szájra tör madár. Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel, nincs hely, ahova visszatér, ki új útra indul el. A rendezvény ideje alatt Szomora Zsolt és Horváth Flórián muzsikált.